A mai videóban négy percben be fogom mutatni a Vanikempire szerverén a Prison szervert. A szerver lényege röviden összefoglalva. Egy OP Prisonra kell gondolni, ahol bányásznod kell, hogy eléri mindent a szerveren. A csákányodat tudod fejleszteni különleges encsantokkal, ami segítségével hozzáférsz mindenhez a szerveren. Ha bármikor segítség kell, mert esetleg valamit nem tudsz a szerverről, akkor használd a nálad lévő Prison menütárgyat vagy nyomd meg az F gombot. Fizetőeszközök dióhéjban. A szerveren van pénz, token, gem és kristály. Mindegyiket bányászással tudod elérni. A pénzt prestigre tudod használni. A tokeneket és gemeket encsantokra tudod használni, ha jobb kattolsz a csákányoddal. A kristályt meg a kristálysobban tudod elkölteni rangokra, kulcsokra és loadboxokra. Prestige és rangrendszer. Hogy fejlődni tudjál, fontos bányásznod, azt hiszed viccelek, de tényleg. A renk magától fejlődik, ahogy bányászol és kapsz néha néha Prestiget prestige a Max Prestige parancsal tudod fejleszteni, minden ezernél kapsz pénzszorzót és kulcsokat. Privát bánya és telkek. Biztos érdekel már téged, na és hol lehet bányászni. Mindenkinek van egy saját bányája, amit a Pémine parancsal tud létrehozni. Miután létrehoztad, ha beírod, hogy Pémine akkor tudod fejleszteni tokenekből, hogy nagyobb és drágább blokkok legyenek. Telket a P-autó parancsal tudsz létrehozni ezen a barátságos rab területen. Nem fogod kitalálni, mire jó itt a mi. Na elárulom, itt tudsz ládaboltokat létrehozni, hogy kereskedj a többiekkel. Háziállatok, robotok és szettek. Mivel ez ilyen jó szerver, ezért tudsz ládákból nyitni pár mókás dolgot. A háziállatok segítenek neked néha találni egy adott mennyiségben nyersanyagot. A szettek unalmasak, de muszáj bemutatnom, tudni kell róluk, hogy több szorzót adnak valamiből, nyilván a Veniti a legjobb. A robotok olyan passzívak, mint én, ezért passzív jövedelmet nyújtanak neked, ha elérhető vagy. PvP, mobok, bosszok és envoy. Hogy a HCF játékosok itt tudjanak érvényesülni, ezért kint a spónom van PvP. Találhatóak ilyen rendőrbácsik, akik meg akarnak erőszakolni, de cserébe kulcsot adnak, vannak bosszok is, akik még több kulcsot adnak. Minden órában indul Envoy Event, ahol lehet szerezni jó tárgyakat. Az Envoy parancsal tudod megnézni, mikor indul. Extrák, amik nem tudtak külön helyre bekerülni. Bandákat tudtok létrehozni haverokkal, ahol küldetéseket tudtok csinálni együtt, illetve toplistára tudtok játszani, hogy bandapontokat szerezzetek, ki kell fejleszteni egy encsantot. Nyithatóak ilyen menő különleges skinek a csákányodra, hogy nagy legyen az egód. Skinek parancsal érhető el. Játékidőért tudsz szerezni kulcsokat, a spónon a spondjánál meg tudod nézni, mi a következő kis küldetés. Szereted a Fortit? Na itt a helyed! Van Batlepas, ahol küldetéseket kell nyomnod, hogy tudj kapni kulcsokat és loadboxokat. A BP parancsal tudod elérni. Tud szerencse játékozni is, feldobtok egy érmét és kiderül kinyeri meg a pénzt, persze ezt Minetrafban nem lehet megvalósítani, ezért egy unalmas menüben érhető ezzel a CF parancsal. A toplista parancsban elérhető az összes toplista a szerveren, még az is oda van írva, hogy melyik helyezett hány veniti érmét kap. Létezik itt is a, ahol tudtok kereskedni pénzzel és veniti érmével. Na köszönöm a figyelmet, most pénteken fog indulni egy season, ami F2P, tehát siess, ha akarsz játszani.